A Dombóvári Művelődési Ház Majoros galériájában, ami megtörténhetett volna címmel, nyílt meg Makovec Imre meg nem valósult terveiből készült építészművészeti kiállítása, melyek között szerepel egy, Dombóvár számára különösen fontos. Olyan Makovec terveket állítottunk most ki, amik nem valósultak meg. Ugye a mesternek körülbelül 300 alkotása jött létre, épületek, terek, közösségi épületek, templomok, stb. Viszont körülbelül 300, ha jól tudom, ami nem valósult meg. Ezek között van a Dombóvári Művelődési Ház előtti térnek az 1986-ban megtervezett átalakítása, amiből sajnos nem lett semmi. Hogy igazából miért nem lett, ezt nem tudjuk, viszont ez az én édesapám hagyatékából előkerült, és akkor elmentem a Makovec Alapítványhoz, hogy megmutassam nekik, hogy ők tudnak-e erről, illetve egy pár levelet is találtam, hogy azokat iktassák. Talán nekik is érdekes, nem csak nekünk. És akkor kiderült, hogy van egy olyan kormányprogram, ami az ilyen meg nem valósult terveket támogatja, és akkor gyakorlatilag így kerültünk kapcsolatba Makovec Imre Alapítvánnyal, eljöttünk a városba, én akkor nem Dombóváron éltem, és akkor így felvettük a kapcsolatot a polgármester úrral, aki ezt a lehetőséget természetesen azonnal támogatta. Az említett dombóvári terv makett formájában is megtekinthető a kiállítás kereteiben, amely vizuálisan is megeleveníti, hogyan nézhetne ki a tervek alapján az intézmény körüli tér. Most fogják először ezt a makettet megtekinteni, ami itt van mellettem, most fogják itt a terveket látni. Sokan, sőt gyakorlatilag a városlakók most fogják azokat a terveket is megtekinteni, amit az Imre bácsi 1986-ban elkészített, és hát természetesen nem egy az egybe azokat készítették el az alapítvány munkatársai, hanem azért a fennálló a mostani helyzethez igazítva, de hát Makovec színvonalon. A Magyar Organikus Építészet megteremtőinek kiállítását lánya Makovec Anna nyitotta meg, aki elmondta, hogy Dombóváron látható kiállítás egy sorozat része. Ez egy olyan első kiállítás, ami egy kiállítás sorozatnak az első része, amiket azért csinálunk, hogy úgynevezett utazókiállításnak hívjuk, ez a munkaneve. Hogyha valaki szeretne Makovec kiállítást csinálni valamilyen témában, akkor körülbelül 6 téma lesz. És ez az első, ezt így Kovásznak szántuk, hogy a meg nem valósult művek kiállításra kerüljenek, hát ha valahol valami kovászként gyökeret ver is. A kiállítás sorozat, amely az utazó kiállítás nevet kapta, 6 témában elevedíti meg a neves építész Makovec Imre terveit. Az alapítvány lehetőséget biztosít bármely településnek, hogy ezek náluk is megtekinthetőek legyenek. Ez tulajdonképpen egy lehetőség, hogyha valamelyik település vagy valaki megkeresi az alapítványt, vagy egy intézmény, hogy szeretne egy Makovec kiállítást, akkor tulajdonképpen ilyen kész kiállítások közül választhat. A szeptemberi hónapban egy előadással is kiszélesedik ez a kiállítás, ahol az építész életművével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, majd az utána következő fórumon meg is vitathatják az ott hallottakat. Szeptember 8-án lesz egyrészt egy Makovec Imréről szóló előadás, aminek az lesz a címe, hogy Makovec Imre, ami megtörtént, mert ennek a kiállításnak az a címe, hogy Makovec Imre, ami megtörténhetett volna, ami megtörtént, egy kicsit összefoglalja Csernyus Lőrinc Ibl-díjas építész az életművet, nagyon röviden, mert ugye nagyon hosszú lehetne, de utána lesz egy fórum, amikor ő és Kampis Gábor építész gyakorlatilag egy beszélgetést fog itt a Dombóvári Majoros teremben a városlakókkal, az érdeklődő városlakókkal lefolytatni a tervekről, és hogy egyáltalán milyen esélyeink vannak, és hogy mi az, amire számíthatunk. És hogy gyakorlatilag ezek a rajzok mit takarnak, milyen új ötletek vannak benne, mi az, ami már az eredetibe benne volt. Úgyhogy majd ők szeptember 8-án fogják elmagyarázni a dombóváriaknak. A Kossuth és Ibl-díjas magyar építész Makovec Imre, ami megtörténhetett volna című kiállítása, szeptember 26-áig látogatható a Dombóvári Majoros Galériában.